Míg a Bányász Kohász dalegylet a Bányász himnusszal köszöntötte a nagy érdeműt, Diósiné Taracsák Judit, a Salgó-Tarjani civil kerekasztal elnöke egy verssel üdvözölte azokat, akik ellátogattak Zagyva-Pálfalvára szeptember 6-án, hogy fejet hajtsanak városunk Bányász múltja, valamint a Salgó-Tarjani Frigyes aknában elhunytak emléke előtt. A Civil Hét programsorozatának keretében megszervezett koszorúzási ünnepségen Szekeres Géza képviselő mondta el ünnepi gondolatait. Megemlékezett a Salgó-Tarjani bányászat legfontosabb eseményeiről. Beszélt azokról a bányászokról, akik a Frigyes aknában veszélyes és embert próbáló munkát végeztek, akik nélkül Salgó-Tarján várossá válása nem történhetett volna meg. Fejet hajtott Gerber Frigyes bányaigazgató előtt is, aki 1895-től évtizedeken át dolgozott Salgó-Tarjánban, és kiemelkedő vezetőként nagyban hozzájárult a helyi ipar fejlődéséhez. Tisztelettel és együttérzéssel emlékezzünk most azokra, akik hosszú éveken át szorgalmasan dolgoztak és a föld alatt vesztették életüket, hangsúlyozta. A képviselő arra is felhívta a figyelmet, hogy a fiatal korosztály erkölcsi kötelessége is megismerni múltunkat, és a szép hagyományokat a későbbiekben is ápolni. Az ünnepi köszöntőt követően megkoszorúzták a Frigyes akna egykori dolgozóinak emléktábláját. Tisztelet a